Nem lép ki! Akkor te ittag lesz meg! Nem tudok kilépni! Nincs életünk, egy se. Hát mert hardot állítottam. Igen. Na jó van, akkor nem csak 9-ig szopjuk itt a fasz. Na, szóval. Vigyázz, kamion! Vigyázzon az! Figyelj, ezt így szerencsének. Most már érzem, hogy szerencsések leszünk. Lehet már robbantani? Nem, állj le! Megverlek itt hátul, a kocsi hátul. Érted, a legegyszerűbb módot indítottam el, ahol kb. Minimális az esélye a lebukásnak. De szerintem Tomi ezt is meg... ezt is megoldja. Hogy a picsába ne oldaná meg? Akkor még nem tudok dobálni semmit. Megpróbáltad, mi te buzi? Már végigtekertem, persze. Gondoltam. Lehet lőni? Ne legyen lőved! Nézd, sokszor, csak kis pisztolyom van meg ez a hülye gépfegyver. Elég az. Még nem lőhetsz, nem lőhetsz, nem lőhetsz. Nézd csók! Akkor megütöm! Na. Valaki jöjjön ide! Megütöttem! Mit csinálsz? Mit csinálsz? Azt mondtad... Azt mondtad, robbantani nem lehet, azt nem mondtad, hogy ütni se! Nyisd ki! Lőni se! De lőni se lehet! Mint le, tényleg, nem végzünk mi 9-re. Azt nem mondtad, hogy ütni se lehet! A mai videót szponzorálta a Steel Krill Studio játéka, a The Voidness, amiben egy astronautát alakítunk, aki arra ébred, hogy semmi. Mármint rajta kívül senki és semmi nincsen az űrállomáson. Az űrállomás, ami full csempe, feladatunk, hogy az egyes állomásból eljussunk a kettes állomásra. Csak annyi a dolgunk, hogy átsétáljunk a semmin. A legjobb barátunk a semmiben egy lézeres távérzékelő. És a semmiben semmi félelmetes sincs, gondoltam én. De milyen ajtó nyílt most ki, ami ott volt a lézerrel? A játékot most akciósan megvásárolhatod a Steamen, ami garantálni fog neked egy-két parás élményt. 15% hülye vagy az izé, az csak 200 ezer dollár ebből. Adjad a nagy pénzt. Én voltam a csapat legjava. Én itt voltam végig, az elejétől. Bence meg csak most jött, az már kapja a lófét. Kell a pénz. Jó, akkor tisztázzuk, nem lehet lőni, nem lehet robbantani, nem lehet ütni. Jó. Uti nem húgyozhatod le, nem nyúlhatsz bele a konnektorba, nem dughatsz tésztát az orrodba, vagy minden ilyen fasságot kössünk ki. Jó, rendben, oké, megértettem. Nem is kezdünk messze. Hát persze, mert nem izéltem. Mert nem jutottunk eleve sokáig. Nem, az nem, kviteltem a jobot, és így amúgy kevesebb pénzt fogunk kapni, de nem baj. Nem ez volt rajta, már hogy nézek ki? Eleve maszk van rajtunk, ez biztató. Innen is látszik ki a főnök. Nem leszünk gyanúsak. Csókolom. Hogy vettétek fel ezt a szart? Nem tudom. Tudom. Én nézzél lefelé, ne, a szemkontaktus kerüljed, Bence, jó? 1, 2, 3. Ja, várja, oda se léptem hozzá. Ne bazd meg. Mehet. Már mindegy. Ez az. Én mit csináljak? Szedjed a pénzt. Pakold, amit már tudsz. Jó, én már megszedtem magamnak, nekem ennyi elég egy darabig. Ó, itt az F. Azt oda próbálj meg bemenni, ott kettő is van. De hogy megyek be oda, hogy mit kell csinálni, sotra mit kell csinálni? Ó, bazd meg, nem tudsz ekkelni. Nem hozunk mi ki sok pénzt, egy perc alatt nem tartasz neki gyors talpalót. Csak utána tűzni kell innen. Uha. Hát, igen. Mi a fasz? Hogy kell ezt forgatni? Nem kell forgatni, ki kell választani négyet, ami egyezik. Igen, négyet, ami egyezik. Jobboldali képpel a négy részletet választ ki, ami egyezik. Úristen, átadom nektek. Szerintem indítsuk újra akkor. Miért? Hát ne haragudj, 1,3 millió az lófasz. Hát Tamás baszta el. Én. Nem, ez na így jó, sikerül. Kifele. Jó, hogy kell ebből kilépni?
ez kép... Akkor itt dög lesz meg. Mindannyiunk. De nem akar kilépni, Hold, ja Hold. De nem lép ki! Akkor te itt dög lesz meg. Nem tudok kilépni, de neked kilépni. Mindannyian itt doglunk. Oké. Nem tudok kilépni a hackből. Meghaltunk. Majd megdög lesz. Aborting. Tényleg mindannyian elbasszuk, mert az a hülye ott ragadt. De nem tudok, legalább csapjatok már akkor le, vagy valamit csináltok már, nem, akkor megpróbálom meg hackelni. Azt mondja, hogy... Ez tuti, hogy jó. Van benne ilyen V betűcske? Nincs benne? Ennek kész, ez ennyi volt, itt döglünk meg, ez szavasz. 40, hát menjél már még lentebb, hello. Mert miért? Kura fasz! Így jó lesz, nem? Nem á! Jó, akkor Márti, egyezünk már ki valamiben, akkor mi hackkelünk. Tomi megszedi. És mit akar, sikerült a hack? Beledögleni. Csak később. Igen, hackbe beledögleni, igen. Hát jó, nem születtem egyből ilyen hackésznek, érted? Ez az első. Mártin is most már maszk van. Igen, mert most fölvettem. De észek tényleg. Nem egy A kategóriás csapat azért. A-team. Nem, ez, bocsi, ez Z-team. Az előző nem az én hibám volt. Akkor ki a faszé? Odafagytam a hackbe, érted? Ott voltam a hack, azt örök hackbe voltam. Nem tudtál oda jönni, azt hackteleníteni, érted? Hackteleníteni. Kurva jól nézek ki ebbe a maszkba, tényleg. Á, most már egyikünk se gyanús. Hát jó dagadt vagy, most nézem csak. Nézd meg a karakteredet, hogy még nagy van hasad. Hát persze, nézd már meg, hogy izé... Ha beuzsonnázott még mielőtt jöttünk. Egy, kettő, három, húzd! Mennyi pisz kell elrakni? Az összeset lehet. Az összeset, amit csak tudsz. Jó, az utolsó már... 20 másodperc, vagyis hogy utolsó 30 másodpercnél, ha éppen szedsz, akkor már hagyd abba. Miért? Hát mert nem fogsz kiérni. Mert megdög lesz úgy, mint az előbb. De legalább gazdagon halok. Hát nem vagy gazdag, mert nem tiéd a pénz. De én abban a tudatban halok meg. Jó, azt a kettőt szedd össze, utána majd GH-hoz be tudsz jönni. Addigra. De fáj a klik. Hát bazd meg, a pénzért küzdeni kell. Ilyen lassan klikkelsz, bazd meg. Hát miért, bocs, ne haragudj meg. Már átvettem a másik kezembe, azt úgy nyomogatom. Én is úgy csinálom, mert karbónyomom. Karbónyomom. Hülyet, rárántani nem megy ilyen gyorsan. Mindenki külön szedi, vagy egybe van a izénk? A lóvé. Egybe van a lóvé. Ó, nem, akkor azt hiszem, hogy már 1 milliót elpakoltam. Ó. Oké, abba hagytam, rohanok ki. Hát 1-8, jó. Nem rossz. Már jobb, mint az előző, az 1-3. Ennyi? Ennyi a küldetés? Nem. És most kurvára figyeltek arra, hogy én mit mondok. Értem? Csak mit mondasz? Hát az, hogy hogyan kell csinálni, mert itt viszont már kurvára könnyű lesz lebukni. Baszk van a fejünkön. Az mellékes. Senkinek nem megyünk neki. És most lépcsőzünk. Lépcső. Miért? Mert úgy egyszerűbb. Ma a liftbe beragadunk. Ú, bazd meg. Szerintem észrevettek. Nem baj. Ne, lövöldöz! Ja? Mert ez... meg! Mondom, hogy ne lövöldöz! Jó, akkor egyet elbasztam én. Egyet elbaszott Bence, ja nem, kettőt baszott el Bence. Miért? Hát az előzőt is te kurtad el. Miért? Ja, nem, most odafagytam a hack-e. Jó, de az nem az én hibám volt. Na? Jó, de az nem az én hibám volt. De szereztem egy killt, köcsög. Nagyon nem jó. Nem lövöldözünk. De a pénz, most már pénzt is kell szedni megint? Nem, jó, oké. Szóval... Akárhányszor eltalálnak, amúgy veszítünk pénzt, úgyhogy... Baszd meg, fegyvert eltenni!
Nincs nálam. Jó, te van! Hát akkor tedd el, bazd meg! Jó, elraktam már, hogy nem vettek észre. Jó, én megyek elől. Nem, megoldom. Én megyek elől. Megoldom. Bence! Ne fossál! Most tudom. Jobbra kell menni. Jó, elmegyek jobbra. De ott van valami kis szép, amit... Nem érdekel, nem. Jobbra kell menni. Azzal nem foglalkozunk. Nem, az... Kedjük már ki. Bazd meg! Bazd meg! Hülye, hát le akartam ütni. Oké. Jó. Zsa. Most akkor mi van? Zsa. Jó. Most akkor hova kell menni? Nem tudod kiszedni, mert ahhoz különbe kell menni egy másik szobába gombot nyomni. De nem tudod kiszedni, akkor Bence. Egyszer elbasztam én. Akkor egyszer elbaszta Bence, egy félszer elkúrtam én, meg egyszer Márti. Ahogy megkapjátok a pénzt, lelőlek titeket amúgy. Paraszt! Mivel ütöd le? Pisztolyjal. Menjél már, Barry Bonds! Hát ez nem leütésnek minősült. Jó, állj! Na! Szóval egyszer elkúrtam én. Már háromszor Bence, meg egy félszer, meg egyszer Márti. Mi azt, hogy háromszor én? Mi lenne, ha én mennék be, és én ütném le? Na, próbáld meg, jó, most te jössz. Beütöttem! Bence! Alerted! Bazd meg! Egyszer nem jöttek oda be, most odafordult a parasztja! Ezt mondtam, hogy balról aki jön, arra is figyelni kell, el kell bújni. Nem baj! Egyszer csak megcsináljuk! Félig az én hibám. Jó, félig. Akkor már négyszer rontottad, de mert három és fél, meg egy fél, az már négy. Apád! És most figyelni balról is, hogy kik jönnek. Igen, balról. Ja. Állj, most jön. Megvárod, míg visszamegy. Látod, itt jön. Most üsd le! Üsd le! Mennyi, üsd le! Ja, a fegyverrel üssem, én leütöttem! Azt, hogy adnál neki egy csicska lángost, már megbocsáss, de nem lehet. Au! Azt mondtad, üssem le, én leütöttem. Bazd meg! Egyszer csak sikerül amúgy. Most már tudom azt, hogy még balról beszél Márti. Úgy tudtam, hogy csak egy bal oldalunk van, de nem baj. Én is, már megbocsáss. Na jó, akkor négyszer elbaszta Bence. Kétszer én, meg egyszer Márti. Állj, megállsz. Ez full egyszerű. Ne, várd meg, míg elmegy, ne üsd le, ezt várd meg, míg elmegy. Én maradj itt a pincsába. Várjál. Befordul most. Zsa ide be. Várjál. Így. És most vársz. Elmegy az ajtó mellett. Üsd le. Érdekes. Nagyon jó, és most állj, megint vársz. Most, futi, futi, futi! Ide be! Ennyi! Megvagytok? Nagyon jó, állj! Ennyi! Várjál, ezért szoktunk egy óra még hosszát! Nem. Még nem! És akkor most... Stukker elő. Miért? Ezért. Ezért. De kövessetek engem. Ki lehet ugrani valahogy? Igen. Gyere, mert ott nagyot esel! Bazd meg! Ez azt, kint vagyok! Márti! Gyere nyugodtan! Ott az! Nagyon jó, én vezetek! Oké. Ne lőtt ki a kubját, te köcsög! De hát ez négy személyes! Úristen meg! Mekkora buzi! Osztom meg, menjél már! Nem zavar, hogy 1,8 millió lóg a nyakadba, te hülye! Nem, összesen lóg annyi. És a kocsit, amit elloptunk, amivel menekleni kell, az hol van? Hát ez valóban messze rakta le a játék. Az csak egy ilyen kötelező kör amúgy, nem muszáj azzal elmenekülni. Meg mivel hárman vagyunk, ezért érdemesebb egy négy személyeset. Érdemes olyat, ami négy személyes, és minden egy gumia épp.
Vagy kétszemélyes négy gumival. Jó, de hogyha ezzel a szerencsétlennel megyünk, akkor mindig, vagy sose lesz ki a négy kerekünk. Igen. Ezért mondtam, hogy ne hozzuk Bencét. És mit szólnátok hozzá, hogyha nem mennénk oda Leszterhez, mert mellógnánk a lóvéval? Utána meg titeket agyon lőlek. Persze. Ja, hát nincsen más tőfegyverem, csak ezek a szarok vannak. És bazd meg, és... Ez csak de egy... De ne lövöldözz, bazd meg! Ez már bazd meg, Tamás! De ez csak egy zsaru, ezt lerázod, de ne farolj már ki! Átlaszom, én megyek külön! Nem bántom, gyere! Bencenek még kocsia sincs. Faszom, hát ez is mélikas! Ő már kettes körözés. Nekünk is, de ez nem, is. Nem az én hibám. Á, nem te lövöldöztél, dehogy! Faszom, hát miért, Lyukas? És vágod a logikát. Elcseréljük a pénzt, igen, pénzre. God damn. Alapízem. Komcsakó szív. Miért? Miért Bence volt a gold? Még szilvert se adtam volna neked, baszki. Nincsen nem tudom, ilyen fa. Karton. Vagy műanyag. Karton. Majd lehívom a kocsim. Mindjárt meglátjátok, milyen jó. Ja, amúgy csak két személyet, csak mondom. Á, kurva jó. Tényleg jól néz ki. Miért volt a felérzésem, hogy ez lesz a vége? Úgy megérdemli, tessék lelőni, agyonlőni ott az utcán, mint egy kutyát. Úgy, hát lőjék le. Hát nem igaz, nem tudják lelőni, csókolom. Ne, végre. Oda megyek rá is húgyozok, hogy lehet ráhúgyozni? Ki van pukkanval, Gumi? Nem mondod, már hozzá vagyok szokva. Tudod mit? A legjobb az lesz, hogyha innenstől gumi nélkül fogok vezetni. Menjél, mondja Tibinek, hogy így szúrjak a kocsin is.